Idén is számos értékes alkotás készült a 14. Hajdunánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótáborban. Jó ütemben halad az új sportcsarnok építése, várhatóan ősszel átadásra is kerül az új létesítmény. Hajdunánás idén is benevezett a Virágos Magyarország környezetszépítő versenybe. Szakmakóstoló elnevezéssel pályaorientációs programok zajlanak országszerte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében. Nyíregyházi kirándulás, rengeteg élmény, csapatépítő játékok és számos egyéb program szórakoztatta a Bocskai Iskola Vegyülő Erzsébet táborának résztvevőit. Vízválasztó hétvége néven rendezett kétnapos programot a Dominó Diák Sport Egyesület az elmúlt hétvégén. A strandkézilabda nemzeti bajnokság legutóbbi kvalifikációs tornáján 13 csapat versengett a hajdunánási gyógyfürdőben. Augusztus első hétvégéje ismét Bocskai fejedelem korába vezet vissza minket, hiszen a hagyományápolás és a szórakozás jegyében a 6. Hajduk világtalálkozóját rendezik meg. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. Július 17-én Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja nyitotta meg a Hajdunánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor tárlatát, amelyel kezdetét vette az idén immáron 14. alkalommal megvalósuló művésztelep. A szakmai körökben is igen jó hírnévnek örvendő alkotótábor ezúttal is több mint 20 fővel működött, köztük lengyel, szlovák és japán művészekkel. Idén július 16-án kezdődött a Hajdunánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, amely hagyományosan egy nyitó kiállítással vette kezdetét. A megjelent vendégeket, résztvevő alkotókat elsőként Császár Imre alpolgármester úr köszöntötte. Városunk, közösségünk számára egy megtiszteltetés az, hogy évről évre sok művész határokon innen és túl, Kárpát-medencén innen és túlról választják városunkat, elmélyülni, találkozni a kollégákkal, talán nem túlzás azt mondani a barátokkal, akikkel egy feledhetetlen nyári hetet tudnak együtt tölteni, amelynek eredményeképpen alkotások születnek, illetve talán ami ettől is több, valamit mindenki hazavisz a városunkból, a szívében, a emlékei között, és azok a kis apró töredékek, amelyeket elvisznek a városunkból, amit mi nagyon szívesen adunk természetszerűleg, azok elkísérik az elkövetkező időszakban, és a jövő évben is arra fogják önöket biztatni, inspirálni, hogy visszajöjjenek. Mondhatnám a városunk szlogenjét is, hogy Hajdunánás visszavár. Én ezt itt szeretném hangsúlyozni, Hajdunánás eddig is mindenkit nagy szeretettel várt, és ezután is önökre is számítunk, vigyék a jó hírünket. Részünkről, mint házigazdák, mint vendéglátók igyekszünk mindent megtenni azért, hogy önök jól érezzék itt magukat nálunk, illetve olyan élményekkel tudjanak gazdagodni, amely segíti az alkotó tevékenységüket. A folytatásban Szem Adám György Munkácsi díjas festőművész a művészet jelenlegi állapotáról fejtette ki elgondolkodásra késztető, közel sem pozitív gondolatait az ifjúsági és a felnőtt alkotótábor kiállítása kapcsán. Két generációt láthatunk a fiataloknál, meg itt nem az öregeknél, hanem az érett művészeknél. Ezeket tökéletesen tudom értelmezni. Ott vannak olyan művek, amiket nem is vagyok benne biztos, hogy a képzőművészet tárgykörébe sorolnám-e. Ez most kérem, fejlődés lenne? Egy új világ eljövetele? Mi a következő lépés? Egy ilyen alkotótábor nagyon fontos. Azért, mert látom a mellettem dolgozó embert, hogy ő más technikával másként áll a dolgokhoz, és hogy ez milyen tanulságos, hogy mennyire tovább visz. Valamelyest talán megtartó erő. Én ebben a hitben szeretek eljárni ide is, más alkotótáborokba is, hogy lássam azokat a hiteket, ami még mindig mozog az alkotó emberekbe, a képzőművészekbe, hogy azért mégis mintha lehetne fogózkodni az ősi anyagokba, a színekbe, a formákba. Az alkotótábornak már sokadik éve a varázslatos hangulatú Aranyszalma Alkotóház ad otthont,
ahová most is szép számmal érkeztek hazai és külföldi művészek. Tájékoztatott a tábor vezetője, szervezője, Bertalan Ferenc festőművész, aki 14. éve vezeti a tábort. Összesen 23 művész van, alkotó van a táborban, ennyien tudták elfogadni a meghívást. Japánból jött 2 művész, Lengyelországból 4 művész jött, Szlovákiából 2 művész jött, első alkalommal vannak itt, meg nagyon jól érzik magukat. A telep nemzetközi jellegét erősítette például a Beszerce bányáról érkezett Stefán Kocka, kiváló restaurátor, és egyben nagy világutazó is, aki a földkerekség számtalan táján járt már, és festett mindenfélét. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, első alkalommal vagyok ebben a táborban. Nagyon érdekel minden, igen érdekes volt számomra a hortobágy, különösen elvarázsoltak a szürke marhák és óriási villásszarvuk, de ugyanígy az emberek, a pásztorok. Én mindig azt festem, amit éppen látok. Egy ilyen világlátott embernek, művésznek, milyen ez a kisvárosi környezet? Kérdeztük Kocka urat. Beutaztam a félvilágot, de bárhol jártam, akár Afrikában, Maszájföldön, akár Peruban, én mindig mindenhol azt néztem, hogy ott milyenek az emberek, hogyan élnek. Szeretem az életből ellesett pillanatokat, az életképeket, azt, hogy hogyan élnek, hogy éppen a kocsmában ülnek, beszélgetnek egy-egy pohár sör vagy bor mellett. Nem kell ahhoz messzire menni, hogy az élet szépségeit meglássuk, megtaláljuk. Mindezek valóban vissza is köszönnek Stefán képeiről. Pistyur Imre Munkácsi díjas szobrászművész közel egy évtizede jár vissza a telepre. Ott jártunkkor éppen művésztársa Babusa János készített róla egy képet alkotás közben. 9. alkalommal vagyunk itt, és nagyon jól érezzük itt magunkat, és mindig nagyon gyorsan telik az idő. Most már csak egy pár nap van hátra, és az eddig idő is azt gondolom nagyon hasznosan telt el. Aki festett, festett, aki rajzolt, rajzolt, én pedig faragom a szobraimat. Na most elég inspiráló a környezet. És ugye mostani itt tartózkodásnak már címe is van, idáig nem nagyon szokott lenni. Címet kapott a mostani művésztelep, aminek a neve az, hogy Jénusz Lóci, talán más már esetleg mondta. A hely szellemével foglalkozunk egy kicsit, hogy miből is áll ez a hely szelleme, és mitől izgalmas, amiért érdemes foglalkozni vele. Hajdúrán is egy olyan terület, ami valahogy nagyon sok mindent megőrzött abból a sok régióból, amik a hasonló városokat, hajdúsági városokat is olyan jóvá és élhető és kellemesítették az idegenek számára. Most lehet, hogy ugye akik ide jönnek, azok talán egy kicsit másképp vannak kezelve, de én azt gondolom, hogy az egész alaphangulaton valahogy érződik, hogy itt szívesen látják az embereket, akik itt munkálkodnak. Ezért jövünk vissza, és ezért dolgozunk itt. A hely szelleme mindenkit megérintett. Különösen sokakat varázsoltak el templomaink, főként a református templom. Régi hagyomány már, hogy szombat délelőtt kivonulnak a művészek a főtérre, egy kis montmartre hangulatot teremtve. Nagyon jól sikerült, hogy gyerekek is ott a szökőkút környékén bekapcsolódtak, szülők, rajzolgattak, festettek, olyan örömmel dolgoztak, úgyhogy több nap is lehetne ilyen, csak nekünk egy kicsit problémásabb kiköltözni. Matsumura Naoki és Hidetaka Yoneda Toyamából érkeztek. No, velük nem volt egyszerű a kommunikáció, ők nem tudtak nagyon angolul, mi viszont japánul nem tudtunk. Igen, jó derült mindenki, amikor Matsumura Naokit próbáltuk kérdezni arról, hogy tetszik itt neki nálunk. Mint mondta, ez az első alkalom, hogy itt van Magyarországon, és itt megakadtunk. I like here, art house, it's very beautiful. Ja, ごめんなさい、わかんない。よ、よ、オッケー。
Ám társa az idősebb, bölcsebb Hidetaka Juneda, aki egyébként már második alkalommal jár nálunk, megmentette a helyzetet, és egy gondosan előre megírt szöveget olvasott fel. Nagyon örülök, hogy csatlakozhattunk a csapathoz, a táborhoz. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, nagyon jól érezzük magunkat, és örülünk, hogy itt lehetünk Magyarországon, Hajdúnánáson. Csengeri Béla festőművész Budapestről érkezett, aki egy délután alkotás közben mesélt a művészet miben létéről, azokról a tendenciákról, amiről a nyitókiállításon Szemadán György is. Egy festményt azt nem magyarázni kell, azt nézni kell. Aztán vagy tetszik, vagy nem. Ez a mimetikus vonal, tehát az, ami a követi a természetet, és van az elvontabb, az absztrakton. És én ezt a kettőt párhuzamosan művelem. Tehát nekem szükségem van erre is, meg arra is. Ugye mindig azt mondják, hogy hát, hogy nem egységes. Hát persze, hogy nem egységes, mert az ember nem egy arcú egyébként, hanem ugye változik is közben. Mikor milyen gondolatai vannak, igen. Mi, akik szeretjük a tájképfestészetet, a látványszerű képeket, mint Fejér Imre is, Urgyáné Erika, aztán Babusa János, meg Szerénységem, meg a szlovák alkotók, a Csengeri Béla bácsi, a lengyel művészek, tájképeket, csendéleteket, utcarészleteket festenek. A tűzománcosok is kezdettől fogva részesei a tábornak, Urgyáné Tószegi Erika vezetésével. Kezük alól szebbnél szebb alkotások kerülnek ki. Egy ilyen alkotótábor művésztelep nem csak a festésről, szobrászkodásról szól, visszahozhatatlan élményt jelentenek a közös beszélgetések, vacsorák, a gondtalan, jókedvű együttlétek, amelyeket Hajdúnánás önkormányzata mellett helyi vállalkozók is támogattak. A hely szelleme nagyon is meghatározó volt ez alatt a 10 nap alatt. Mint Pistyúr Imre fogalmazott, ez egy folyamat, amelynek a végén ott az elfogadás, a befogadás, amitől itthon-otthon érzi magát az alkotó, de mindig ott a rácsodálkozás is, a csendes, nyugodt, otthonos környezetre, benne az emberekre. Azt gondolom, nagyon sok minden megmaradt. Tehát az épületek, az egész helyiségnek az elrendezése, tehát felépítése, akkor ez a viszonylagos nyugalom, ami van, tehát nincsenek ilyen zajszennyezések, nincsenek fényszennyezések éjszaka. Tehát az ember elmegy valamerre, akkor olyan, mint egy kicsit egy ilyen lehalkított világon járna. És ezt is nagyon szeretem. Meg azt, hogy nagyon sok olyan élőlény vesz körül minket itt, amik ott, ahol mi lakunk, nem nagyon vannak. Tehát a Sárgarigótól kezdve tegnap kakukot láttam itt. Meg nem tudom még, hogy miket nem. Tehát ezek is nagyon jók, az emberek is megállnak, beszélgetnek velünk, tehát ilyen nagyon barátságosak. Amikor ugye kint van a csapat a főtéren, akkor ott is kérdezgetnek, sőt van, aki meg is próbálja, hogy milyen megfogni egy ecsetet vagy egy pasztert. Tehát érdekes dolog. Mert azért egész más kézbe fogni egy szerszámot, amivel az ember dolgozik és létrehozza a művet, mint csak nézni, hogy dolgoznak. És hát ez az első lépés ahhoz, hogy az embert elkezdjék befogadni, mert akkor kezdik el látni azt, hogy nem valami hülyéskedés, vagy nem valami komolytalan dolog, hanem valami olyan dologról van szó, ami tényleg már félig meddig a kreativitás mezeje és az alkotásnak a területe. A 2019 évi 14. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor július 25-én ért véget a hagyományos zárókiállítással. Thank you.
Jó két évvel ezelőtt született meg a végleges döntés, hogy Hajdúnánáson egy új sportcsarnok épülhet. A több funkciós sportlétesítmény helyt ad majd az iskolai testnevelési óráknak, kézilabda edzéseknek és mérkőzéseknek, valamint szabadidős tevékenységeknek is. A csarnok építetője a Hajdúnánás SK Női Kézilabda Egyesület, üzemeltetője pedig Hajdúnánás önkormányzata lesz. Jó ütemben haladnak az új sportcsarnok építési munkálatai a Hunyadi Iskola utca által övezett területen. Mint ismeretes, az építkezés jó egy éve indult, ám a szándék már régebben megfogalmazódott úgy a Kézilabda Egyesület, mint a város vezetése részéről. Az építkezés jelenlegi állapotáról kérdeztük Olá Sándort, a Hajdúnánási Sportklub elnökét, aki koordinálja a beruházás folyamatát. Jelenleg azok a munkálatok folynak, ami az időszaknak megfelelő, ami alapanyagok pedig nincsenek itt, azok meg vannak rendelve, gyártás alatt vannak, úgy, mint a lelátóna székek, a sportpadló. Pont tegnap beszéltem a sportpadló, a Graboplast a gyártójával, augusztus végére ígérte a gyártásnak a befejezését, ami azt jelenti, hogy szeptember közepéig azt le lehet tenni. Akkorára kerülhet egyébként az ajzatbeton olyan nedvesség tartalommal, olyan szárazságba, hogy hozzá is lehessen fogni. A héten már elkezdik az udvarnak a talajmunkáit, és az az ígérvény, hogy az EON a közművet augusztus 20-ig, a gázszolgáltató a szeptember hónapban, és a vízmű is augusztus hónapban ráköt, így gyakorlatilag a közművekkel is rendben leszünk. Mint ismeretes, a csarnok megvalósításában Hajdúnánás város önkormányzata is közreműködik, a telek biztosításával, elsőrenden szem előtt tartva a mindennapos testnevelési órák megtartásának jelenlegi problematikáját. Nekünk a üzemeltetés lesz a feladatunk, nyilván nekünk azt kell megvárni, hogy a épület műszaki átadása megtörténjen. Előkészületek zajlanak, hiszen tervezzük azt, hogy akkor hogyan fog működni a csarnok és milyen rendszerben. Egyeztetés alatt áll ez a intézmény üzemeltetőkkel, és én azt gondolom, hogyha szeptember-októberre elkészül a csarnok, akkor mi készen fogunk arra állni, hogy az üzemeltetés az szervezetten folyjon. És nyilván a lényeg tulajdonképpen az, hogy a gyerekeink a mindennapos testnevelés keretei között, hogy a sportszervezeteink pedig a szabadidősávban szervezetten és rendezetten tudják használni ezt a gyönyörű új csarnokot. A kora délutáni órákig mindennapos testnevelés céljára használják a csarnokot. Ebből kifolyólag is úgy állítottuk össze az építkezésnél a elhelyezését. Pontosan ezért van két szertár is, hogy akár előírás, hogy két testnevelési óra van egy időben, akkor két szertárnak kell lenni. Tehát vannak ilyen előírások, az öltözőszám is megfelelő ahhoz, a szertárnak a száma is, tehát minden ilyesmi, hogy adott esetben két testnevelési óra is megtartható legyen egy időben, és kora délutántól pedig kézilabdára lesz használva a csarnok, és bízom benne, hogy a hétvégék tekintetében pedig még meg tudjuk tölteni gyerekbajnoki mérkőzésekkel, nem csak a hajdúnánási rendezéssel, hanem Hajdú-Bihar megyei rendezéssel is. Ez a komplex sportcsarnok a tervek szerint nagy rendezvényeknek is helyt ad majd. A küzdőtér az 1100 négyzetméter, tehát gyakorlatilag ide is lehet utána rendezvényekhez akár széket, színpadot elhelyezni. Úgy gondolom, hogy alkalmas lesz, és alkalmas is kell, hogy legyen. Akár nagy városi rendezvények befogadására is alkalmas lesz, de ahhoz nyilván a környezetnek is készen kell lennie, és a lakva fogjuk megismerni az épületet, de valóban a tervek között ez szerepel. Óriási alapterületű intézményről van szó, egyáltalán nem mindegy tehát, főként az üzemeltető szempontjából, hogy mennyire bírnak a falak, nyílászárok megfelelő hőszigeteléssel, milyen rezsiköltséggel kell számolni majd az üzembehelyezés után. Ebben komoly hőszigetelés van. A legnagyobb melegben is viszonylagosan hűvös volt bent, tehát ez azt mutatja, hogy jó a hőszigetelése. Így bízunk benne mind a fűtés és mind a hűtés szempontjából, szellőzőrendszer be van építve. Előtte voltak megnézni egy hasonló, ugyanilyen szerkezetet, hasonló méretet Egerben, és jók a tapasztalatok. Mi ugyan megkérdeztük a rezsiköltségét is annak a csarnoknak, ott teniszre használják, számomra még túl kedvező számokat is mondtak a rezsiköltségre, tehát én bízom benne, hogyha azzal a rezsiköltséggel el tud üzemelni ez a csarnok, mint a régi csarnokunk, és ugye ez jóval nagyobb, akkor én már meg vagyok elégedve a rezsiköltségek tekintetében.
Ha már felépült egy ilyen minden szempontból korszerű, sok-sok elvárásnak megfelelő létesítmény, megfelelnek-e a nemzetközi előírásoknak? Adott esetben sor kerülhet-e nemzetközi jellegű mérkőzések megtartására? Kérdeztük elnök urat. A tavalyi évtől az MKS-nek a elnöksége és a TAU iroda hozott egy döntést, hogy az új csarnok építésénél melyik bajnoki osztályban minek kell megfelelni. Ez gyakorlatilag azoknak a kritériumoknak megfelel, tehát két büfének kell lenni, két oldalas lelátónak kell lenni, dopping szobának kell, orvosi szobának kell, két eredményjelzőnek kell lenni, tehát belmagasság meg van határozva, tehát mind olyan dolog, aminek az építkezés folyamán meg kellett és meg kell felelni. Ezért történtek módosítások is. Én bízom benne, hogy nemzetközi mérkőzést, utánpótlás nemzetközi mérkőzést fogunk tudni idehozni. Ezekkel a feltételekkel, amivel ugye az NB1B-nek és gyakorlatilag ezzel együtt az NB1-nek is megfelel a csarnok, így lehetséges. Végül nézzük, mennyit is kóstál a csarnok bekerülési költsége, mennyit változott az eredeti összeghez képest. Minimálissal emelkedett a költségvetés. Nyilván ehhez az kellett, hogy átnézzük azokat a műszaki tartalmakat, hogy mi azok, ahol lehet megfogni költségeket, és nyilván semmilyen olyan ezt a dolgot nem számoltunk, és nem tettünk bele, illetve próbáljuk megoldani azokat a felszereléseket, eszközöket a társaság adott a lehetőségben, utánpótlásban, amit be lehetett tenni, ugye a sporteszközöket, sportfelszereléseket, bordásfalakat, tehát a szertárhoz tartozó eszközöket, eredményjelzőt. A többi résznél én úgy gondolom, hogy egy-két százalékos az, amivel összvolumenében esetleg magasabb. A Magyar Kézből Szövetség elnöksége segítségével a kormány részéről is sikerült önerőhöz még plusz forrást biztosítani, így egy kedvező kiviteli költséggel sikerül megvalósítani. A közel 1 milliárdos nagy beruházás tehát, amely majd birkozó olimpikonunk Hódos Imre nevét fogja viselni, várhatóan október eleje, közepe táján kerül átadásra, talán éppen egy Ferencváros hajdunánás mérkőzéssel. Több mint 30 éves múltra tekint vissza a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny, amelynek legfőbb célja a rendezett, kulturált és vonzó település kialakítása. Hajdunánás 2013 óta minden évben részt vesz a jeles megmérettetésen. Július 18-án a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny szemlebizottsága városunkban járt. Ha valaki a magasból szemléli városunkat, szinte összefüggő zöld felületnek látja kora tavasztól késő őszig. Ha pedig kicsit lejjebb ereszkedünk, akkor láthatjuk a virágos, fás szépen rendben tartott kiskerteket, közterületeket. A zöld környezetben kellemes látványt nyújtanak a megújult épületek, rendezett utcák. Nem véletlen tehát, hogy Hajdunánás városa idén is nevezett a Virágos Magyarország 2019 évi versenyébe, amelynek szemlebizottsága július 18-án érkezett hozzánk, hogy az előzetesen beküldött anyagok alapján személyesen is tájékozódjanak az ott leírtakról. A delegációt Szólár Tibor polgármester úr, illetve munkatársai tájékoztatták. Amikor elindultunk ezen a versenyen, akkor célokat tűztünk ki magunk elé. Hogyha egyszerűen akarom megfogalmazni, azt a célt tűztük ki, hogy egyre világosabb, egyre gondozottabb, egyre ápoltabb legyen a város, és nem csak a belváros, hanem egyéb pontjai is, és ezen dolgozunk évről évre. Gyakorlatilag ez a szemlebizottság egyfajta kontroll. Jönnek, jó szándékú javaslatokat tesznek, elmondják a kritikai véleményüket, és azt is elmondják, hogy miben látnak fejlődést. A szakmai zsűri vezetője dr. Csemez Attila, tájépítészmérnök, a szervezőbizottság tiszteletbeli elnöke volt, aki régebb óta figyelemmel kíséri Hajdunánás ilyen irányú fejlődését. Igen, kedves volt hallgatóm, itt a Sajtos TV a főkertész, és évek óta hív engem, és itt részt veszek, most már nem is tudom, 6-8 éve legalább, és folyamatosan látom a fejlődést, ami ugye a többi városokhoz viszonyítva, itt az egynyári kiültetésekben a Kovács Zoltán féle egynyári hibridek igen jól beváltak, itt a celúzia ágyak például, és ezt örömmel jövök, nézem és figyelem a változást, fejlődést. Mint már említettük, előzetesen egy összefoglaló anyagot kellett beküldeni, amely alapján már egyfajta képet kapott a zsűri városunkról. Olyan szintű volt az adatszolgáltatás, amiben
a bekért adatokon túlmenően még a plusz idei eredmények, programok, kiültetések és itt van mind benne szerepeltek, és ott is hangsúlyosan szerepelt, hogy igenis a rendezettséget mindenképpen elő kell segíteni. Sajnos még olyan áron is, hogyha elég sokan ott hagyják, szemetelnek. A jövő az nem ezt mutatja, sokkal inkább azt a környezeti nevelést, ami megelőzi ezeket a utólagosan kényszerből tett intézkedéseket. 100 pontos értékelési rendszer, aminek a fele az a zöld felületekre vonatkozik, ezentúl ugye az 50%, ezentúl 10% turisztika, az önkormányzat felkészültsége szintén 10, és környezetvédelem, valamint a civil mozgalmak 15-15. Tehát mi elsősorban ezeket, mint adatközés, a korábbiakat ki tudjuk tölteni, de az ötfeleti értékelésnél 10 objektumnak a megtekintése a cél, és azoknak a minősítése az szerint, hogy milyen ott a fák, cserjék, évelők, egynyájak, utcabútor, a burkolatok és fenntartottság, jobbmentesség, és így tovább szempontjából nézzük meg. Egy magára valamit is adó település vendégváró arculata igen fontos, mint ahogy családi környezetünkben is figyelünk arra, hogy hogyan fogadjuk a vendégeket. Amikor vendéget fogadunk a városba, akkor általában ezt a véleményt hallom vissza, hogy rendezett, tiszta városnak tartják a várost. Amikor helyi emberekkel beszélgetünk, akkor nyilvánvalóan több kritika szokott fölmerülni, hiszen a helyiek jobban ismerik a települést, és ezek a kritikák is jogosak, hiszen vannak olyan részei a településnek, ahol jelentős fejlesztéseket kell végrehajtanunk. Utcák, járdák mellett kiemelt terület a játszóterek megújítása, illetve újak építése, hiszen ezek a kisgyermekes családok szempontjából meghatározó jelentőségűek. Legfontosabb elem ebben szerintem a játszóterek kérdése, ebben nagyon nagyot kell lépnünk, de ebben is jó hírem van, hiszen a pályázati rendszerben próbáltunk erre odafigyelni, és én bízom benne, hogy ezek a játszóterek szép lassan egyrészt a jelenlegiek is megújulnak, és ebben kiemelt szerepet fog kapni a Liget is, hiszen a Ligetnek volt egy nagyon komoly elhanyagoltsága, és most én azt gondolom, ebben az évben most már azért látványosan fog szépülni a Liget. Nem csak a faültetések, hanem azok a terek is rendeződnek, amik korábban elég elhanyagoltak voltak. A mozgalom nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, a környezeti nevelésre. Az óvodai kertek állapota az mindig nagy élmény. Hozzá kell tennem, hogy szakmailag bizony van, amikor komoly kifogások is vannak, de szívvel, lélekkel igyekeznek, és a legkülönbözőbb módon nem csak bemutatni vagy elmondani, hanem megtanítani is az óvodásokat, ezeket mindig nagy örömmel nézzük. És hogyha valóban, ugye ez már elcsépelt szlogennek tűnik, hogyha elkezdik korai gyermekkorban, akkor később már tudatos polgárai, lakosaivá válnak a közösségeknek. A tudás intézményekkel nagyon fontos az együttműködés. Ugye működik a zöld óvoda rendszer, a gyerekeknek palántával, meg egyéb anyagokkal próbálunk segíteni, hogy azt a logikát tudják vinni az óvodába, azt a programot, amivel a gyerekek megértik, hogy hogyan fejlődnek a növények, és hogyan kell róluk gondoskodni. Másrészt azt gondolom, hogy azok a versenyek, vagy azok a programok, amit az önkormányzat szervez, akár a konyhakert, akár a díszkerteknek a versenye, az mind abba az irányba halad, hogy egyre rendezettebbek a lakásaink körül is a kertek, és én azt gondolom, ezt a közterületre is ki kell majd terjeszteni, és azt gondolom, talán akár versenyt is indíthatunk abban, hogy utcák közötti, vagy a közterületek közötti verseny is megjelenhet, hiszen vannak ennek hagyományai, és én azt gondolom, hogy egy település ebben egyébként nem a verseny a lényeg, hanem az, hogy próbáljunk odafigyelni a közvetlen környezetünkre, hogy egyre szebb és egyre rendezettebb legyen. És valószínű, így lehet igazán elérni azt a célt, amelyet dr. Csemez Attila eképpen fogalmazott meg. 26. éve veszünk a nemzetközi versenyben részt, ami 41 néhány éve folyik, és kezdetben valóban virágos, tehát a kiültetésekre ment rá a legnagyobb minősítési szempont. Azóta egyre inkább átvéve az Entente Floral Europe-nak a rendszerét, igen jelentős az egyéb, ugye a civil szervezetek, a lakosság, az önkormányzat előkészültsége, tehát a környezeti nevelés a nemzetközibe önállóan van, mi csak az óvodán keresztül mérjük le, tehát átment ez egy
ha úgy tetszik, a virágosból egy környezet tudatos, nagyobb léptékű és a település egészére kiterjedő, hát a környezet ügyet, a zöld ügyet szolgáló mozgalommal. A zsűri a szakmai szempontok akkurátus áttanulmányozása után a gyakorlaton is megtekintett néhány kiemelkedő objektumot, így például a katolikus templom boldogasszony kertjét. A múzeum épületével szembeni szépen zöldelő helytörténeti fasort. Az éppen felújítás alatt álló református templomban rövid történeti áttekintést kaptak a műemléki védettségű épület történetéről. A méretei szépek és nagyok, a csodálatos ez a terrakottás mindez. A bizottság szemléjét Hajdúnánás kiemelkedő turisztikai egységében, a gyógyfürdőben zárta. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara idén nyáron az egész országra kiterjesztve szervezte meg a Szakmakóstoló 7 nevű pályaorientációs programját, amelynek keretében a pályaválasztás előtt álló tanulók betekintést nyerhettek a mezőgazdaság sokszínű és igen változatos munkaterületeibe. Ilyen szakmakóstoló tábornak adott otthont a hajdúböszörményi Széchenyi István mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium és szakközépiskola is, amelynek résztvevői július 16-án egy egész napot töltöttek el a Kenderes-kerti ökológiai gazdaságban. Napjainkra már megszokott látvány, főként tavasztól őszig, hogy naponta érkeznek látogatócsoportok a Kenderes-kertbe, ismerkednek az itt folyó ökológiai mintagazdasággal, az élő pásztormúzeummal. Július 16-án azonban olyan fiatalok töltöttek el itt egy egész napot, akik valamilyen szinten majd az agráriumban képzelik el felnőtt életüket. Ők a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett szakmakóstoló pályaorientációs program résztvevői voltak, és a hajdúböszörményi Széchenyi István mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskolában megszervezett szakmakóstoló táborból érkeztek. Szólát Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, Hajdúnánás polgármestere készségesen kalauzolt el a gyermekeket és kísérőiket Hajdúnánás város önkormányzatának ökológiai mintagazdaságában. Valamikor itt ez a kenderfeldolgozásnak a hely színen volt. Itt nemrég, nem messze ide, a mostani szőlőskert területén volt a kenderföldje a településnek, és amikor még kézzel település maga elkészítette a kendert, ugye ruhákat ebből készítették, akkor ez egy fontos hely volt. Később ez a funkciója megszűnik, hiszen nyilván az iparszerű kendertermesztés ezt átveszi ezt a feladatot, és később pedig egy apálattelep alakul itt ki. A legeltetési közbirtokosságnak a apálattelepe volt. Nagyon komoly szakmai munka folyt itt, egészen a mondjuk azt, hogy a második világháború utáni időszakig. Aztán ebben van egy nagy törés, és mi ugrok egy nagyot, 2014 környékén kezdtük ezt átalakítani, teljesen romos épületek voltak, és onnantól lett a közfoglalkoztatási programnak egy ilyen központja. A specialitás ennek a helynek, hogy itt ökológiai gazdálkodás folyik, egy egészen speciális gazdálkodás. Ugye, hogyha megkérdezünk egy átlagembert arról, hogy milyen a ökotermék, akkor van egy ilyen kép a fejekben, hogy a kukacosnak kell lenni, és olyan kicsit rosszabb minőségűnek. Én pont arra hívtam fel a figyelmet, hogy itt ugyanolyan jó minőség, ugyanolyan szép terményeket lehet kapni, annyi specialitással, hogy itt sokkal nagyobb odafigyeléssel vagyunk a környezetünk iránt, és ezek sokkal egészségesebb termékek. Az a régi paradigma, ami arról szólt, hogy kukacosnak és csúnyának kellene a bioterméknek, ez ma már nem igaz. A fiatalok természetesen nem csak a kertészettel ismerkedtek, a Baromfi udvar kapirgálók is csapata, a nyuszik, a juhok, kecskék az egykori tanyaudvar hangulatát idézték meg. A szürke marhák pedig azokat a történelmi időket, amikor még óriási létszámú gulyák jártak a védtelen legelőket, így biztosítva sok-sok család megélhetését.
Az Agrárgazdasági Kamara indított tavaly egy mintaprojektet, ami arról szól, hogy nyilván a pályaorientáció keretei között az 5.-7. osztályos gyerekek számára egy picit élmény alapon be kell mutatni a mezőgazdaságot, az állattenyésztést, növénytermesztést, élelmiszeripart, mert hogy a agrárium szereplői arra panaszkodnak, hogy egyébként nagyon-nagyon gyér az utánpótlás. Nagyon kevesen gondolják azt, hogy mondjuk ebben a szakmában szeretnék kamatoztatni a tudásukat, és ez talán nem is véletlenül van így, hiszen hogyha egy mezővárosról, nálásról beszélünk, ahol valahol mindig természetes volt, hogy az embereknek volt egyfajta kötődése, közelsége az agráriumhoz, hiszen gyerekkorukban az emberek belenevelődtek, hiszen mindig volt a ház körül olyan munka, ami vagy a növénytermesztéshez, vagy az állattenyésztéshez kötődött. A bázisiskola az a Hajdú-Böszörmény Széchenyi iskola, és utána pedig tehát a napi tevékenységet az ottani tankonyhán, tanműhelyben, illetve a tangazdaságban töltik a gyerekek, de van, amikor kilátogatunk más gazdálkodókhoz, így például most a Hajdunálláson a Kenderes kertbe teszünk egy látogatást. Ez most ma egy egész napos program. 5-6 településre jöttek ezek a gyerekek, nyilván nekik már van valamiféle elképzelésük, nyilván azért jelentkeztek ebbe a táborba, de ahogy itt végigmentünk a gyógynövényen, a gyógynövénysoron egy-egy növény, amit ők nem ismernek, nyilván érdeklődőek, és én bízom benne, hogy sokan úgy fognak dönteni, hogy egyrészt ezt a szakképző intézményt választják, a megyei intézményünket, és ez azért azt gondolom nagyon fontos, mert valóban csak akkor lesz utánpótlása ennek az ágazatnak, hogyha vannak elkötelezett fiatalok, akik meglátják ebbe a szépséget, és meglátják benne a szabadságot. Elsősorban 6., 7., 8. osztályos gyerekekre gondoltunk a tábor szervezésénél, akik ugye még a pályaválasztás előtt vannak, és ugye az agrárszakképesítések érdekelhetik őket. Nagyon fontos, hogy ugye az agrárszakképesítések felé orientáljuk a gyerekeket, és ugye ennek köszönhetően azok, akik érdeklődnek, vagy családi tradíciókkal, hagyományokkal rendelkeznek, és egy picit, egy kis bátorításra van szükségük, azokat várjuk a táborba, ebbe a szakmakóstoló rendezvényre. Ilyen családi tradíció motivált a Szőke Kiarát is, aki nyírturáról érkezett a táborba. Nagyon szeretem az állatokat, főleg a lovakot, az a kedvenc állatom, vannak 2 kis kutyánk otthon. Egy boxer és egy máltai selyem kutya, és van 34 csirkénk otthon. Szóval nagyon szeretnék megtanulni, hát lovász szeretnék lenni, de azon belül is inkább lovasoktató. Hát anyukám kérdezte meg, hogy nem-e szeretnék idejönni, elmondta, hogy miből zajlik le ez az egész tábor, hogy fogunk csinálni a szörpőzést, legfárfőzést, ilyet otthon is szoktunk csinálni, nagyon szeretek neki otthon segíteni. A nap során a gyerekek számtalan olyan programban vehettek részt, ami nem mindenkinek adatik meg. Így például Radnai Béla vezetésével megismerkedhettek az aszalás tudományával, illetve az aszalványok sokirányú felhasználásával. Egy réteg bió, egy réteg aszalt sárga barac, egy réteg magyaró, egy réteg aszalt szilva, és ezt az egészet szépen felrédegeztem a tetejéig, felöntöttem mézzel, és akkor ugyanúgy lehet télen a torokfájósoknak eszegetni, mint ahogy Andi mondta, hogy télen ugye mézet eszik, hogyha fáj a torok, és ez a kis gyümölcsel, kis vitaminnal még jobban lehet segíteni a szervezetünket télen. A különféle bemutatókban aktívan részt vettek a Nánási Portéka védjegy használói is. A reggeli, az ebéd az a Nánási Portéka terményeiből áll össze, délután pedig ki is fogják próbálni, hogy hogyan lehet ezeket a termékeket elkészíteni. Nagy élmény volt a barackleklár készítése is, Fűz Andrásné, illetve Vargáni Kalapos Magdolna irányításával. Esetleg szilva, ribizli, málna. Szilva, szeretem. Élményszerűen próbáljuk most bemutatni a gyerekeknek, hogy mit rejtett magába a növénytermesztés, állattenyésztés, akár az élelmiszerfeldolgozás, és így próbáljuk őket egy picit közelebb hozni ehhez a szakmához, hogy minél többen válasszák azt a lehetőséget, hogy az agráriumban szeretnének később tovább tanulni, itt kamatoztatni a tudásokat, és ebből szeretnének élni. Hasonlóan élmény alapú volt a szörp készítés is, amelyet Szabó Katica vezetésével készítettek, kezdve attól, hogy maguk gyűjtötték be a szörpök alapanyagául szolgáló gyógy- és fűszernövényeket. Ebből a szörpben benne lesz az energiánk is, a jó energiánk, mert jókedvűen, jó érzéssel fogjuk elkészíteni. A gyerekek nagy figyelemmel hallgatták Szörpös Katica mondandóját, majd ők is bekapcsolódtak a munkába, hiszen a végeredményből egy-egy kis flakon szörpöt haza is vihettek. A gyerekek nagyon lelkesek, tehát ugye ezért is jelentkeztek erre a táborra. Nagyon fontos, hogy
változó, tehát valakinek ugye a növény vonal jön be, valakinek ugye az állatsimogatás, az állatgondozás, vannak, akik rendszeresen lovagolnak, vannak, akik pedig rendszeres lekvár és szörpkészítők, tehát a családi hagyományokat hozzák. Itt reméljük, hogy újabb fortölyokat, vagy esetleg újabb ugye, eljárásokat, recepteket fognak tanulni, tehát nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon vártak, a szülők is egyébként nagyon együttműködőek voltak, a szükséges dokumentumok beérkeztek időre, tehát nagyon-nagyon egy olyan lelkesedés, egy olyan hozzáállást látunk, ami nagyon-nagyon példaszerű, és a gyerekek is tulajdonképpen akár itt Kendereskertben, akár pedig ugye, a hét többi napján is megtalálják a számításaikat, és akár a sajtkészítő, ugye kistermelők, vagy esetleg a különböző zöldségtermelőket is ugyanilyen lelkesedéssel fogjuk végiglátogatni, és mindenhol a lehető legjobbakat igyekszünk megmutatni, illetve a gyerekek, hogy megtanulják. Nekem eddig nagyon tetszett, főleg ez a növényes végigvezetés. Hát nem sok növényt ismertem fel, azt bevallom, de amit felismertem, azért kaptam egy piros pontot. És egy képzeletbeli nagy-nagy piros pont jár az Agrárgazdasági Kamarának és segítőiknek is, akik megvalósították ezeket a programokat országszerte, így hozva közel a mai kor gyermekéhez azt a közeget, amely létünk alapját, mindennapi betevőfalatunkat biztosítja, az agráriumot, és egyben elősegítve a tudatos pályaválasztást. Most pedig kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. Ezen a nyáron immár 14. alkalommal rendezte meg városunk a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort. A visszatérő is újonnan érkezett vendégek alkotásainál ezúttal is helyi élmények, épületek és tájak szolgáltak alapul. A terveknek megfelelő ütemben halad a Női Kézilabda Klub és Hajdunánás önkormányzatának közös projektje, az új sportcsarnok építése az iskola utcán. A közel 1 milliárd forint értékű korszerű sport és rendezvénycsarnokot várhatóan októberben adják át. Hajdunánás idén már 7. alkalommal nevezett be a Virágos Magyarország környezetszépítő versenybe, amelynek szemlebizottsága július 18-án értékelte városunk zöld felületeit. Élményszerű pályaorientációs programok keretében ismerkedhettek meg a hajdúböszörményi szakmakóstolótábor résztvevői, a kendereskerti mintagazdaság növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlatával. Sík a puszta, se halma, se erdeje, sugár magas a toronynak teteje. Sugártorony kilátszik a pusztára, harangoznak pünköst első napjára. A hajdúságban és környékén a református templom több mint 60 méter magas tornya. Állítólag még Tompa Mihály is megénekelte a fent idézett Népdalok című ciklusában. Megvan már vagy jó 300 esztendeje is annak, hogy hazánk egyik legszebb református templomának tornya rendületlenül őrködik népe és városa felett. Látványa segítség és iránymutatás is volt az egykori pusztázóknak, pásztoroknak, eltévedt utasoknak. Harangjainak szava sok információt jelzett az értő füleknek. Sok ezer hajdan volt atyafit kísértek utolsó útjukra. ...1796 óta az időt is mutatta a városban élőknek, hiszen Hajdunánás rendezett tanácsú városa órát szereltetett a toronyban. A mögötte hagyott évszázadok azonban nem múltak el nyomtalanul. Megromlott a régióra szerkezet. Sok éve nem mutatja már az idő múlását. Maga a templom és a torony is felújításra szorul, melyet a református egyházközség ebben az esztendőben meg is valósít. A kívül-belül megújuló templom tornyában azonban nem lenne szép látvány egy elromlott óra. Éppen ezért Hajdunánás város önkormányzata úgy döntött februári képviselőtestületi ülésén, hogy a tulajdonát képező toronyórát felújítatja. Ehhez kérik a lakosság jó szándékú segítségét is, közadakozás formájában. Aki szeretne segíteni és adományával hozzájárulni a toronyóra felújításához, azt kétféleképpen teheti meg.
az OTP banknál vezetett számlaszámra történő átutalással, vagy a polgármesteri hivatal földszinti 42-es számú irodájában. Fogjunk össze együtt a látható időre. Most pedig kérem tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátralévő részében. Nyíregyházi kirándulás, rengeteg élmény, csapatépítő játékok és számos egyéb program szórakoztatta a Bocskai Iskola Vegyülő Erzsébet táborának résztvevőit. Vízválasztó hétvége néven rendezett kétnapos programot a Dominó Diák Sport Egyesület az elmúlt hétvégén. A strandkézilabda nemzeti bajnokság legutóbbi kvalifikációs tornáján 13 csapat versengett a hajdunánási gyógyfürdőben. Augusztus első hétvégéje ismét Bocskai fejedelem korába vezet vissza minket, hiszen a hagyományápolás és a szórakozás jegyében a 6. Hajduk világ találkozóját rendezik meg. A Bocskai István általános iskola idei 12 napközis Erzsébet tábora közül a sorban a 6., a nevében is kicsit rejtélyes Vegyülő nevű tábor volt, amit július 15-e és 19-e között rendeztek meg az Óvoda utcai intézményegységben. Az Erzsébet táborok múlt heti turnusa a Vegyülő nevű tábor volt. A Bocska iskola 12 nyári napközi táborának egyike ezúttal főként felsős gyermekek számára szólt. A pályázat lehetőséget biztosít az arra jelentkezőknek, hogy egész héten programokkal, kirándulásokkal és élményekkel gazdagodjanak. A tábor természettudományi tárgyak köré épült, hogy minél érdekesebb és hasznosabb legyen a közel 40 fős diáksereg számára. Fő témánk inkább a kémia, fizika, biológia témaköre volt, illetve egy jó kis szabadidő eltöltése a gyerekeknek együtt. 37 gyerek vett részt a táborban, 4 fő pedagógus kísérte őket, a pedagógusok Mezeiné Urbán Julianna, Bodnárné Varga Márta, Urbánné Dobos Erzsébet és jómagam voltunk a felügyelők a gyerekekkel. Egészen, hát most még 4. évfolyamos gyerekek, 4-től 8-ig voltak gyerekeink, azért egy olyan jó 40-50% 7.-8. diák volt. A hét minden napján számtalan program várta a gyerekeket. A hétfői nap ismerkedésről szólt, de volt egésznapos kirándulás is a hét során, valamint strandolás, logikai feladatok, csapatversenyek és rengeteg játék is. Számtalan programot valósítottunk meg, amiből voltak kötelező elemek is. Hétfőn mindig kötelező egy ismerkedési délelőttnek a szervezése, illetve a tábor házi rendjének a megalkotása. Ezután ebéd előtt volt szabadidős foglalkozás, délután pedig kicsit kémiai kísérleteket, fizikai kísérleteket nézhettek meg a gyerekek Hiszed, ha látod címmel. Kedden egy egész napos kiránduláson vettünk részt a Sóstói állatkertben. Ezt nagyon-nagyon élvezték a gyerekek, főleg, hogy különböző csoportokban önállóan nézhettek szét. Adtunk nekik egy feladatot, azt a címet adtuk nekik, hogy ez állati. Ki kellett választani 3 állatot, amiről minden jellemzőt össze kellett gyűjteni, illetve rajzot kellett róla készíteni, és majd másnap ebből csináltunk egy vetélkedőt, ki kellett találni a többi csapatnak, hogy milyen állatot választottak a társaik. Ez egész napos program volt. Szerdán délelőtt ezt a tábort, tehát ezt dolgoztuk fel. Délelőtt versenyeztek ezzel kapcsolatban, illetve plakátokat készítettek az előző napi élményeikről. Ebéd után pedig kerékpártúrát tartottunk, ellátogattunk a hajdunánási Struczfarmra, megnéztük az állatokat, ez is nagyon tetszett a gyerekeknek. Csütörtökön egész egyszerűen strandoltunk. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat egész nap, reggeli után kimentünk a strandra, ott ebédeltünk, nagyon sokat fürödtek a gyerekek, itt is kerékpáros közlekedést gyakoroltuk, és velük voltunk. Pénteken volt a tábor zárója, délelőtt egy ilyen matematikai, logikai vetélkedőn vehettek részt csoportosan a gyerekek, majd ebéd után ez a virágültetés volt, amit most láthattatok. Nagyon szeretik a gyerekek, minden évben megpróbáljuk megszépíteni az iskolát, és akkor pár növény kerül a tantermekbe ezáltal.
Elég nagy feladat egy ilyen pályázati anyag összeállítása, de az Erzsébet Alapítvány minden eszközt és felszerelést biztosít a pályázatban. A gyerekek rengeteg ajándékot kapnak a tábor ideje alatt, amit később is tudnak használni. Elég hosszadalmas folyamatról van szó, amikor kírják a pályázatot, akkor nagyon kell igyekeznünk. Jelentkező az mindig van bőven, nagyon szeretnek jönni a gyerekek, akkor gyorsan össze kell szednünk azt a kis pénzt, amit a beugróba be kell fizetniük, be kell fizetnünk, és ezután a kitöltött papírokat, ez már egy nagyobb munka, egyenként föl kell vinni a gyerekeket ebbe a pályázati rendszerbe, ellenőrizni az adataikat, illetve megírni magát a pályázati programot, amit meg fogunk valósítani ezen a héten. További szervezést jelent még a étkezés lebonyolítása ezeknek a különböző eszközöknek, ajándékoknak a beszerzése, ugyanis számtalan ajándékot biztosítunk a gyerekek számára, például a kerékpáros kiránduláshoz láthatósági mellényt és kerékpárvillogót vásároltunk a gyerekeknek, amit megkapnak, illetve számtalan ceruzát, tollat, radírt, mindenféle játéknál, mert hogy rengeteg játékunk volt, ezeket kapják apró jutalomként. Aztán még vettünk a vízi kiránduláshoz vízipisztolyt, labdát, ezt is minden évben megkapják, nagyon szeretik, már várják, készülnek rá, illetve most így táborzárásként fogunk egy ilyen nagy közös buborékfújást rendezni a pályán, ez is már hagyománynak számít. A táborban résztvevő diákok nagyon jól érezték magukat, és elmesélték, hogy mi tetszett nekik a legjobban a hét során. Ebben a táborban azért jelentkeztem, mert szeretném volna a nyári szünidőmet hasznosan eltölteni, és már tavaly és tavaly előtt is voltam ebben a táborban, és tudtam, hogy garantáltan jól fogom magam érezni. Rengeteg csapatépítő játékunk volt, és nagyon sok helyre ellátogattunk, a Strucfarmra is, a fürdőbe is. Nekem az egész hét tetszett, főleg a mai nap, mert kémiai kísérleteket végezhettünk el egyedül is, és a tanárnőnk segítségével is. A hét folyamán rengeteg ajándékot kaphattunk a biciklizésünkhöz. Láthatósági mellényt, lámpát kaphattunk, a fürdőbe vízipisztolyt és labdát, tollat, rotlingot és buborékfújót, ami a nyár további részéhez is jól jöhet, és remélem, hogy jövőre is el tudok jönni ebbe a táborba, ha van rá lehetőségem, és mindenkinek ajánlom. Azért jelentkeztem ebbe a táborba, mert mondták az osztálytársaim, hogy ők is jönnek, és akkor gondoltam, hogy én is jövök rá, hogy a nyári szünet után még leesünk itt egy kicsit együtt, hogy mert utána középiskola is, hogy elmegyünk ide meg oda, és én ezért jelentkeztem. Hogy mit tetszettek a legjobban? Hát a fürdőzés, az állatkert, most virágot ültettünk, kísérleteztünk, az is nagyon jó volt. Azért választottam ezt a tábort, mert sok tavaly is voltam már, és az előző években, és nagyon tetszettek a feladatok, és sok csapatépítő játékot játszottunk. Mellette ugye a kémiával is foglalkoztunk, mivel erre épül az egész, de nagyon tetszettek a feladatok, a minden napra épült valami. Sok feladatot és játékot kaptunk, mellette barátokat szereztünk, és megismerhettük jobban a másikat. A visszajelzések nagyon pozitívak a táborral kapcsolatban, és talán kijelenthető az is, hogy évről évre egyre népszerűbb. Nagyon szeretik a gyerekek, ezt csak azt tudom mondani, hogy első évben, tehát ez a harmadik év, amit rendeztünk, első évben nem lehetett jönni csak hetedikes korosztályig, és akkor véleményt kellett írni az Erzsébet táborhoz, és a nyolcadikas gyerekek külön kis levelet írtak, hogy ők szeretnék, hogyha nyolcadikasok is lehetnének, és következő évtől reméljük, hogy erre a hatásra lehetett, és most is nagyrészt sok nyolcadikas gyerekünk van, szeretnek jönni. A Bocska iskolában még több turnus Erzsébet tábor várja a gyerekeket a nyár folyamán, így számtalan élménnyel lehetnek gazdagabbak. A hétvégén ismét megrendezte immáron hagyományosnak mondható vízválasztó hétvégéjét a Dominó Diák Sport Egyesület. A két nap programja fiatal sportolók, illetve munkaközösségek, sportbarátok számára egyaránt tartogatott izgalmas eseményeket. Gyermekek és felnőttek számára egyaránt élvezetes, jó hangulatú hétvégi programsorozatot rendezett a Hajdunánási Dominó Diáksport Egyesület. A szervezők szombaton Sárkányhajó Fesztiválra és Sárkánylánk főző versenyre várták csapatok jelentkezését. A fesztivál az azt jelenti, hogy egy buli. Na hát itt gondoltuk, hogy itt a nyári szünetben egy ilyen laza programmal kedveskedünk a strandoló közönségnek, és a fiatalokat próbáljuk megcélozni, de azért látszik, hogy az idősebb korosztály
is szívesen vesz részt egy ilyen jó hangulatú csapatépítésben, úgyhogy ezért hirdettük baráti közösségeknek, munkahelyeknek, hogy ne csak a napi feszes munkatempóban legyenek együtt, hanem egy ilyen lazító jellegű programsorozatban is. Ahogyan a név is mutatja, a nap folyamán a sportolásnak is kiemelt szerep jutott. A nevezők sorra szálltak a hajókba, hogy összemérjék erejüket, tudásukat, ez alatt pedig minden táborban javában zajlott az ételek előkészítése, majd főzése. Az induló csapatokból ráadásul igen színes mezőny állt össze. Két tűzoltó csapat jelentkezett, egy fiú tűzoltó csapat, akik a Vérszomjas Vacsumik címet kapták, illetve a feleségeik, a tűzoltó feleségek és Nándi. Ők nagyon kemény ellenfélnek bizonyultak. Aztán a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ is elfogadta a meghívásunkat, és egy kicsit nőies, de nagyon bátor csapattal szálltak ki. A Hajdunánási Dominó Egyesületnek a szülői közössége is alkotott egy csapatot, illetve Polgárról érkezett egy nagyon fiatal társaság, edzőkkel, kajakosokkal, tehát ő egy nagyon-nagyon nagy ellenfél. Ők azok, akik a tavaly is és az elmúlt években már elvitték a vándorkupát, és van egy vízválasztó csapat, ami pedagógusokból, szülőkből és a gyerekeikből állt össze. A mai nap nem csak a sárkányhajósoké, hanem minden csapat valamilyen kreatív főzőversennyel is előállt. Nagyon finom illatok terjengenek a levegőben, kreatív nevet kellett adni, az ízeket fogjuk értékelni, a felszolgálást, a slambuctól a paprikás krumpliig, a babgulyás és csilisbab, amit átneveztek a sárkányról süsübabbá, minden finomság megtalálható itt a mai rendezvényen. A lapásszám is egyforma, de az ámbafer egy kicsit rátesz egy lapát a szószoros értelmében. Fél távhoz közeledve én az ámbaferet látom egy kicsit előrébb. Na nézzük, marad-e a vízválasztóban annyi erő, hogy meg tudják szorítani? Nem fog maradni az ámbafer! Megvédi bajnoki címét! Az olykor centiken múló küzdelmek legeredményesebb csapata végül a Polgári és Hajdunánási versenyzőket ötvöző együttes lett, amely évek óta uralja a versenyt. Nagy poén főkép, de vannak, akik véresen komolyan is veszik. Futamonként változó, mert hogyha olyanokkal megyünk, akik ilyen korunkbeliek, meg ismerősök, akkor persze poénra vesszük, de amúgy tétje is van, persze. A vízi megmérettetésen győztes csapatot erősítő Simai Györgyi azt is elmondta televíziónknak, mi lehet a titka annak, hogy a rendezvényen a fiatalok is előszeretettel indulnak. Maga az, hogy vízen vagyunk és versenyzünk, mert itt érezzük magunkat otthon, másrészt pedig mindig itt van a zene, ami ez már egy ilyen megszokás, egy hagyománya ennek a sárkányhajó versenyeknek, és van még főzőverseny része, amit mindenki nagyon élvez. Először vett részt a programon a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ csapata. Aranyérem ugyan nem került a résztvevők nyakába, az együttes a vízen és a bogrács mellett is helytált. A legnagyobb élmény az a sárkányhajó, ugye nem lehet mindenhol kipróbálni. Hozzá ez a verseny, hogy lehetett egy kicsit versenyezni, amatőrökkel is nyilván. Az is egy nagyon nagy dolog, ugye győztünk is, veszítettünk is. De az élmény az megmarad szerintem örökre. Talán a kapcsolatépítés a legnagyobb lehetőség ebbe, ugye az ember a saját csapatán belül is egy másik oldaláról ismeri meg a kollégákat, illetve a többi csapattal való kapcsolat, illetve új kapcsolatok építésére. Nagyon jó egy ilyen rendezvény. Hál' Istennek az idő is nagyon jó, kegyes volt hozzánk, nem volt túl meleg, nem volt túl hideg, úgyhogy ez egy nagyon szép nap. Na már a csajok is forralnak valamit, az egyes hajóba. Na ott az első. A rendezvényen részt vett az Egyesület egykori sportolója, a ma már a Tiszaújvárosi Kajakkenu és Sárkányhajó Egyesületet erősítő Máró Anna is. Mint mondja, boldogan gondol vissza sportkarrierje Hajdunánáson töltött időszakára. Nagyon sokat köszönhetek Nánásnak, itt kezdtem el a kajakozást, ugye minden alapot tőlük kaptam, szóval hát nagyon
sokat köszönhetek Hajdunállásnak. Örömmel jövök vissza, mert nagyon sok szeretettel fogadnak, nagyon sokan gratulálnak, támogatnak, kérdezgetnek, és mindenben segítenek. A fiatal sportoló eddigi legfontosabb eredményét a közelmúltban érte el azzal, hogy az olimpiai számok között is megtalálható 500 méter egyesben ezüstérmet szerzett a csehországi korosztályos Európa-bajnokságon, mindezt zömében 2 évvel idősebb versenyzők között. Úgy mentünk ki az Európa-bajnokságra, hogy dobogót szerettük volna, de várakozáson felül teljesítettem szerencsére magamhoz képest is, és a többiek szerint is. Ugye 501-esbe második lettem, és 201-esbe pedig hetedik. Az 501-esnek nagyon örülök, mivel 2 évvel idősebbekkel versenyeztem, és nem számítottunk erre. 2 szám közül az 501-es volt a fontosabb, mivel a női kajakban az 500 méter a királynő szám, ugye ez az olimpiai szám. A 201-es is, de ugye a királynő távnak az 500 métert tekintik. Ilyen szempontból nagyon örülök, hogy ezen sikerült jobban teljesítenem, és ez a szívemhez is közelebb áll ez a táv. Célok természetesen már vannak a hosszabb távú jövőre is, Anna azonban úgy gondolja, célszerű apróbb lépésekben gondolkodni, és mindig a következő feladatra összpontosítani. Én kisebb célokat szoktam kitűzni általában mindig az adott évre, ugye elsőnek a felkészülés legyen jó, utána a versenyek, és utána beszélhetünk a nemzetközi versenyről. Most a magyar bajnokság lesz 2,5 hét múlva, amin a saját korosztályomban fogok most már versenyezni. Az olimpiai reménységek versenyére válogat, ami szeptember közepén lesz, most ez az elsődleges célunk, ugye több számba is kijutni. Jövőre tekintve meg a felkészülést jól megcsinálni, és a EB vagy a BB. A szombati napot a sárkányhajó és a főzőverseny eredményhirdetése zárta. Innen fotóz már, honnan fotóz? Másnap már csak a vízen zajlottak az érdemleges események. Az Egyesület tehetségkutatóval igyekezett lehetőséget biztosítani a sportággal még éppen csak ismerkedő, vagy eddig éles versenyen kevesebbet szereplő fiatalok számára a bizonyításra. A gyermekek 2 nagyobb csoportban különböző pályán tehették próbára magukat. Megpróbáltuk a minél kisebbeket megmozgatni, ez volt a cél. Tulajdonképpen a legidősebb versenyző az 13 éves volt, és a legfiatalabb az pedig 6. Úgyhogy igazából a elmúlt 20 évben nem volt eszkimós verseny Magyarországon, most Hajdunáson rendeztünk egyet, és ez kimondottan az U8-U9-es korosztálynak volt, de ide soroltuk a 6 és a 7 éveseket is, és mindenki teljesítette a pályát. A végén volt egy borulásos rész, ahol mindenkinek tulajdonképpen be kell borulni, és önmentéssel ki kellett jönni a stékhez, és ezt már a 6 évesek is képesek voltak megcsinálni. A nagyobbak ugye a tókörön 550 métert mentek, és azért volt ugye a 2 korosztály szétbontva, hogy volt a eszkimós ügyességi pálya, illetve a tókör, mert tulajdonképpen a versenyszabályok nem engedik a 9 és fiatalabb korú versenyzőknek azt, hogy egy egyenes pályán vagy akármilyen időre menés legyen, és azért találtuk ki ezt az ügyességi pályát, hogy ők is megmérettessék magukat. Mivel hasonló rendezvényeket az ország más pontjain is éppen erre a hétvégére időzítettek, minden érdeklődő egyesület nem tudott részt venni a vasárnapi programon, neves klubok azonban így is érkeztek. Nagyon sok egyesület jelezte, hogy azért nem tud itt részt venni, mert elmentek szarvasi versenyre, az nagyobb szabású rendezvény, de mi nem adtuk alá, tehát mi megpróbáltuk akkor is megrendezni, hogy ha csak a mi versenyzőink lesznek, de hál' Istennek 5 egyesület mérettette meg itt magát, 5 egyesület jött el, tulajdonképpen mi vagyunk az 5. Tiszaújvárosból jött 2 egyesület is, Szolnokról voltak, KSI-ből, tehát a Budapesti Egyesületből is voltak versenyzők. A 2 csoport megmérettetéseit követően a résztvevők átvehették megérdemelt érmeiket. Az elismerések sokat jelenthetnek a gyermekek számára, hiszen közülük többen csak néhány hete vagy hónapja próbálják elsajátítani az alapokat. Körülbelül 2 hónapja kezdtem el kajakozni, és hát ugye nekem úgy indult ez az egész, hogy
Nekem ugye eleve már az unokatestvéreim is jártak, és akkor én is kiszerettem próbálni, hogy ez milyen, meg engem nagyon izgatott, és akkor kipróbáltam. Nekem nagyon-nagyon megtetszett, és úgy gondolom, hogy ez menni is fog tovább, így, hogy járok meg így rendszeresen, és akkor szeretném így folytatni. Volt egy tábor egyszer, és akkor találtam Helénát, és összebarátkoztunk, és úgy jártunk már kajakra együtt, és akkor még játszottunk, és akkor az Eszkimóval már mentünk, és még ilyen jók voltak. El kellett evezni a bójai, onnan be kellett borulni a vízbe, és meg kihúzni a hajót. A helyszínen figyelte az eseményeket Tóth László, a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella edzője, aki szerint roppant fontosak az ilyen események, hiszen mindenki így kezdi a karrierjét. Itt kezdődnek az olimpiai bajnokoknak is a pályafutása, tehát gyakorlatilag akik olimpiai bajnokságot érnek el, ugyanilyen 6-7 évesen, 8 évesen, 9 évesen kezdik el. Nyilván itt több-kevesebb sikerrel, de ezek a sikerek, vagy akár kudarcok megerősítik őket, és később bajnokok lesznek. Tehát igazából azt gondolom, hogy ezek a utánpótlás versenyek nagyon fontosak, nem csak itt Hajdonállás, hanem egész országban, ahol ezzel foglalkoznak utánpótlás edzők, mert gyakorlatilag ezekből lesznek a bajnokaink, ahogy innen kirőlt a Máró Anna, aki most már ugye Európa bajnoksága második helyezést ért el, és reméljük, hogy még ugye nagyon fiatal, mint csak 16 éves, és reméljük, hogy ugye el fog érni a ifjúsági világbajnokságig is, és nem kizárt, hogy később a felnőtt mezőnybe is halljuk majd a nevét. A szakember kiemelte, a sportág jövőjére nézve is lényeges a folyamat, ami városunkban elindult a Dominó Diák Sport Egyesület által. Lehet, hogy a Hajdonállás egy kisvárosnak számít, de közelünkben van Tiszaújváros, ami már egy komolyabb múlttal rendelkezik a kajkenő terén. Annak idején megalakult a Olefinesszé, tehát nagy hagyományai vannak. Tehát azt gondolom, hogy ez a környékelő gyerekeknek egy nagy lehetőség, vagy egy kiugrási lehetőség lett a kajakkenúban, mert ugye ne felejtsük el, hogy a kajakkenú mindig is egy viszonylag eredményes sportág volt az országon belül. Tehát ha a gyerekek, azt gondolom, a itteni edzőktől, Varga Lajostól, meg Krisztiántól és Bardóczi Krisztiántól is olyan alapokat kapnak, amivel később nyugodtan megállják a helyüket a nagyobb egyesületekbe is, majd később akár a fővárosba is be tudnak illeszkedni a hazai élmezőnybe. Tehát azt gondolom, nagyon fontos, hogy itt minél több gyereket vonjunk be. Most már kicsit nehezebb a helyzet olyan értelemben, hogy nagyon sok olyan sportág van, ami úgymond elszívja a kajakkenútól a gyerekeket. Sok lehetőségük van a kajakkenún kívül is más sportágokat is kipróbálni, és nyilván mindenki abban fog érvényesülni, amiben a legjobb eredményesebb, vagy ami az legjobb van kedve. Mi reméljük, hogy ez a kajakkenú lesz, és minél több gyerek megszereti ezt a sportágot. A két nap programja összességében a tervezettek szerint zajlott, így derűsen értékelhetett Szabóné Varga Éva, az egyesület elnöke. Én maximálisan elégedett vagyok, hiszen minden évben megrendezzük, de évente mindig különböző a résztvevőknek a száma. Most nagyon szuper nap lett az első napunk, a vízválasztó hétvége első napja, hiszen nagyon sok csoport, baráti társaság, cégek, szülői közösségek vállalták a megmérettetést a sárkányhajóban, illetve a főzőversenyen is. Ez igazi közösségi rendezvény, ahol ugyanakkor ismerkedhetnek a hajókkal, illetve hát a szülői közösségünknek még külön élmény volt, hogy ők is vágytak éremre, és hogy sikerült érmet kapniuk, és büszkén mutatták a gyermekeiknek, hogy ők is képesek arra, hogy valahol, valamilyen szinten versenyezzenek. A második napon igazából a gyerekeké volt a főszerep. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az a korosztály, akik a nagy országos versenyeken még nincsenek olyan korcsoportban, hogy versenyezhessenek, tehát még nagyon kicsik, hiszen nekünk is a kajakkenúval le kellett mennünk az óvodás korosztályig, viszont nekik nem adhatunk olyan feladatokat, hogy időre menjenek, kilométereket gyűjtsenek, és ehhez hasonlók, hanem egy olyan akadálypályát rendeztünk be nekik, ahol ügyességüket és bátorságokat mutathatják meg egy 10 próba keretében. Azok a gyerekek, akik teljesítették a 10 próbának valamennyi részét, azok éremdíjazásban részesültek. Elmondhatom, hogy 21 ifjú sportoló 6 évestől 8 éves korig kapott ma aranyérmet, hiszen az egész pályát teljesítette. A pályát úgy próbáltuk kialakítani, hogy
szlalom rész, egyenes szakasz, illetve egy olyan rész is kerüljön bele, ahol önborulást kell végezni a gyerekeknek, hiszen bátornak kell lenniük a vízen, bármikor előfordulhat akár versenyen is egy borulás, és egy szabályos önmentést és hajókimentést kellett bemutatniuk. Ez egy nagyon komoly feladat lenne, szerintem még egy felnőtt számára is, főleg azért, hogy a nyár folyamán nagyon sok olyan fiatal gyerek került közzé hozzánk, akik még 2 vagy 3 hete ülnek hajóba. Szombaton tehát fiatal sportolók és felnőttek egyaránt kikapcsolódhattak és ismerkedhettek egymással, míg vasárnap 55 gyermek bizonyította rátermettségét a vízen. Kijelenthető, sikeres és eseménydús hétvégét könyvelhetett el az egyesület. Férfi és női kézilabdázóink is próbára tették magukat a Strand Kézilabda Nemzeti Bajnokság legutóbbi hajdunálási állomásán, amelynek a Városi Gyógyfürdő homokpályája adott otthont július 20-án. Évek óta megszokott program már, hogy a nyár egy hétvégéjén kézilabdázóink a terempályát homokra cserélik, és bekapcsolódnak az országos strandkézilabda bajnokság körforgásába. Idén a június beköszöntével megkezdődtek a kvalifikációs tornák, ezek egyikének adott otthont városunk az elmúlt hétvégén. Női csapatunk felnőtt és ifjúsági játékosok vegyes összeállításában szerepelt a megmérettetésen. A csoportkörben a Salgótarjáni Strandépítők B csapatával és a kecskeméti Hello lányokkal mérkőzött meg, előbbivel a későbbiekben is találkozott, csak úgy, mint a Budakalászi Lupalék és a Szent István gárdájával. 2-3-os csoportba sorolták a csapatokat, és a saját csoportunkban másodikok lettünk, egy mérkőzés megnyertünk, egyet elveszítettünk. Utána keresztjáték volt, a másik csoport szintén második helyezettje, ami sajnos szétlövésekkel veszítettünk el, és akkor így maradt tehát az első háromnak volt egy körmeccs, meg a második háromnak, így játszottunk a 4-6 helyen, az első mérkőzést megnyertük, aztán rögtön utána kellett játszani a másikat, és talán már ennek is köszönhetően azért nem tudtunk pihenni, vereséget szenvedtünk, de hát gyakorlatilag ahhoz képest, hogy itt mindenki gyakorolja ezt a játékot, meg ez megcsinálja, meg gyakorlatilag csak kellemes időtöltést használjuk. Ahhoz képest én azt gondolom, ez 50%-os teljesítmény, hiszen a fél idők volt 10 fél idő, 5-öt megnyertünk, 5-öt elveszítettünk. Szerintem ez részünkről tök jó. Az elért 5. helyezés már csak azért is mondható jó eredménynek, mert a résztvevő csapatok többsége nem csak egy-egy torna erejére áll össze a nyáron, hanem komolyan foglalkozik a sportággal. A tudatos felkészülés pedig természetesen a homokon is érezteti hatását. Ők profik, ők gyakorolják, tehát ők csak a kétpontos játékokat játsszák értelemszerűen, mi is megpróbáljuk, de ugye mi csak abból tudunk meríteni, amit a játékban tapasztaltunk eddig, ugye nagyon régóta rendezői vagyunk ennek, de mint látható, tehát itt a se férfi, se női szinten amatőr csapat nem volt, egyedüliként mi voltunk azok, és hát azt gondolom úgy, hogy nem mi szereztük meg az utolsó helyet, ez már ránk nézve mindenféleképpen hézegő. Úgyhogy én azt gondolom, amit mondtam, hogy a társaság jól is érezte magát tegnap este, ugye nem annyira vagyunk most pihentek, de mennek most nem is ez a lényege. Ahhoz jó volt, hogy egy kicsit egyet voltunk, ugye kicsit vegyes volt a társaság, már volt benne ifjúsági korú és felnőtt játékos egyaránt, de ugye voltak, akik eljöttek megnézni a csapatot, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen szolgálja, ha más nem, akkor a csapatépítést, meg azt, hogy együtt vagyunk egy kicsit, meg esetleg ismerettségek köttetnek itt más csapatokkal. Úgyhogy azt gondolom, ez szabadidős tevékenységnek kiváló, de a strandkézilabda gyakorlatilag ez, tehát ez egy ilyen szabadidős tevékenység, ahol megéri azért az embernek jól érezni magát. A szereplés ugyan megelőzte az együttes felkészülésének kezdetét a szeptemberi szezonrajtra. A Molnár András által felsoroltak adhatnak pozitív töltetet a játékosoknak. A nagy meleg és a homokatta terhelés szintén hasznos lehet még az alakuló csapatnak, amelyben ősztől várhatóan több fiatal játékost láthatunk, mint a közelmúltban. Fiatalok, én szavazok nekik bizalmat, nagyon fiatal lesz a következő év NB1-es csapatunk, az biztos. Meglátjuk, hogyan fognak a felkészülés alatt, meg a mérkőzéseken, felkészülési mérkőzéseken teljesíteni. Aki kivívja magának a helyet, abba én megbízok, és annak lehetőséget fogok adni az NB1-es bajnokságba. Hál' Istennek sokan leszünk a következő évben, úgy néz ki, de ennek jó része utánpótláskorú. Én kiállok és szeretem a fiatalokkal való munkát is egyaránt, úgyhogy bízom benne, hogy minél többen fognak majd bizonyítani. Etil! Alakulat!
A férfiágon is indult hajdunálási csapat, amely csoportjában a Budakalásszal és a Török Szent Miklósi Turmix együttesével csapott össze. A három csapat egyaránt 2 ponttal zárt, a mieink pedig rosszabb gólkülönbségükkel a trió utolsó helyén zártak, így az 5.-7. helyért játszhattak, előbb a Tiszavasvári Tropix, majd a Dunaharaszti ellen. Játszottunk 2 csoportmeccset egy 3 csapatos csoportban. Ott az első meccset meglepetésre nem olyan eredménye zárult meglepetés, mint amire számítottunk. Előzetesen ott vereséget szenvedtünk 2-0 szett arányban. A második meccsen pedig egy egész jó erőkből álló budakalászi csapatot vertünk meg szétlövésben 2-1. Utána jött a 5.-7. helyosztói, ahol 2 meccset játszottunk, 3 csapat egymás ellen játszott mindenki mindenkivel, és sajnos ott is mind a 2 mérkőzés vereséggel, 2-0-ás vereséggel zártuk. A csapat az utóbbi években rendre eredményesen szerepel a környező települések tornáin, már csak ezért is volt fájó az elért 7. helyezés. Igazából elégedettségről egy apró mondatot sem mondhatok, mert minimális elégedettség sincs bennünk. Ezt elmondhatom a csapat nevében, és igazából nem ehhez vagyunk szokva, nem szeretünk az utolsó helyen kullogni. Szeretjük, hogyha bármilyen színű érem a nyakunkba lóg. Igazából nagyon sok összetevője lehet ennek a dolognak. Nem tudjuk, hogy miért. De lehet, hogy nem is árt egy kicsit, ha letörik a szarvunkat, és néha egy kicsit elhesegetnek az első helyekről minket. A nyár ezzel nem ért véget, ahogyan az utóbbi években idén is további tornák várnak még a csapatra. Szép eredményt ugyanakkor már az évszak eddig eltelt részéből is tudnak felmutatni a játékosok, akik számára nem az érem az elsődleges, hanem az együtt töltött idő. A motiváció az, hogy együtt lehetünk. Egy hétvégét, 2 hétvégét, 3 hétvégét együtt tölthetünk. Gyakorlatilag ez egy baráti társaság, ahol elmegyünk ide-oda, messzebb helyekre is, ahol sátorozunk akár 1 éjszakát, 2 éjszakát. Ez a motivációnk az, hogy jól érezzük magunkat és együtt eljöjjünk játszani. A nyár az úgy telik, hogy általában 3-4 egy különböző vagy amatőr, vagy országosan megrendezendő tornán veszünk részt. Idén voltunk már Tiszakécskén, ahol egy 8 csapatos kupán első helyezést értünk el, 6-6 győzelemmel zártuk a tornát. Valamint tervezzük még idén, hogy Martfűre szintén elmegyünk, ott is egy 6-7-8 csapatos kupán fogunk részt venni, illetve minden évben meghívnak minket Nyíregyházára, a nyár végén egy nyári záró tornára. A hajdunálási kvalifikáción összesen 13 csapat versenyzett. A strand kézilabda láz, ha csak egy napra is, de idén is elérte városunkat, és a tervek szerint ez a jövőben sem lesz másképp. Hagyományőrző csapatok viadala, fáklyás felvonulás, céllövő és lovas bemutató, könnyű zenei koncertek és sok más egyéb program várja a 3 naposra bővült Hajduk világtalálkozóján az érdeklődőket augusztus első hétvégéjén. Augusztus első hétvégéjén immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a Hajduk világtalálkozója rendezvénysorozat, melyet idén 3 naposra szerveztek. A rendezvény 2. pénteken a már hagyományos történelmi konferenciával veszi kezdetét, mely idén a Hajduk és a város története címmel kerül megrendezésre a polgármesteri hivatal dísztermében. A 3 nap alatt 3 nagy koncerttel várjuk majd a látogatókat. 20 óra 30 perctől pénteken az ismerős arcok fog fellépni, szombaton szintén 20 óra 30 perctől az X-Faktorból jól ismert Dániel Figergő és az Utazók zenekar ad koncertet, majd vasárnap 19 órai kezdettel pedig a Csík zenekart köszönhetik a színpadon a kilátogatók. A pénteki nap augusztus 2-a szokásos rendben zajlik, itt délután már 12 hagyományőrző katonai csapat fogja elfoglalni a táborhelyét a hajdunálási gyógyfürdő rendezvényterületén. Ők 18 óraig kezdettel a tervek szerint, akkor indulnak a Fürdő utcáról, a Jókai utcán, illetve a Bocskai utcán keresztül fel a főtérre. 18 óraig kezdettel a Köztársaság téren párhuzamosan zajlanak majd a programok. Kátai Zoltán, Kossuth Díjas magyar énekmondó Land kísérettel fog dalokat előadni a főtéren, illetve körülbelül 18-15-től Mónus József világbajnok, világrekorder, íjászunk fog egy céllövő bemutatót tartani. A katonai csapatok várhatóan 18 óra 30-ra érkeznek meg a főtérre, ahol egy csata jelenet fog zajlani, és itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy pirotechnikai eszközöket használnak, ami nagy zajjal fog járni. 18 óra és 20 óra között a rendezvény ideje alatt útlezárásokra kell számítani a Köztársaság tér környékén.
A Hunyadi utcán az Óvoda utca, Iskola utca kereszteződésétől, illetve a Bocskai utcán a Római Katolikus templom vonalától, valamint a Dorogi utcán a Mátérok útjától lesz lezárva a főtér, tehát ez forgalom elől el lesz zárva. 20 órától kezdődik majd a fáklyás felvonulás a Köztársaság térről a Bocskai utcán és a Jókai utcán keresztül a Fürdő utcára. Ehhez a felvonuláshoz bárki csatlakozhat, de most szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy aki felöltözik valamilyen hagyományos viseletbe, legyen az hajdúöltözék vagy bármilyen autentikus ruha, az ha regisztrálja magát a Köztársaság téren a Művelődési Központ előtt kihelyezett regisztrációs asztalnál, egy sorsoláson vehet majd részt, ahol Bocskai Korona címletsort lehet nyerni. A sorsolás időpontja vasárnap lesz a Csíkzenekar koncertje előtt. A fáklyás felvonulásról, amikor megérkeztek a katonai hagyományőrző csapatok, illetve bárki, aki velük tart, vagy külön kijön a rendezvény helyszínére, a Fürdő utcai amfiteátrumhoz, a Hajdunánási gyógyfürdő elé, a nagy színpadnál már az Ismerős arcok koncertje fogja várni 20 óra 30 perctől. Augusztus 3-án és 4-én, szombaton és vasárnap két helyszínen fognak zajlani a programok. Az egyik a Hajdunánási gyógyfürdő rendezvény területe, ahol a 12 hagyományőrző katonai csapat fog táborozni, illetve a másik pedig a Hajdunánási gyógyfürdő előtti tér, az amfiteátrum, ahol a színpadi programok lesznek láthatóak, hallhatóak. A találkozó ideje alatt szombaton és vasárnap ingyenes kisvonat vehető igénybe. A járat reggel 9 óra és este 8 óra között minden egész órakor indul a Művelődési Központ melletti parkolóból a Fürdő utcai buszfordulóba, ahonnan minden óra 30 perckor indul vissza a Köztársaság térre. A hagyományőrző katonai csapatok a Hajdunánási gyógyfürdő rendezvény területén szombaton, illetve vasárnap is 10 órától csata bemutatóval fogják várni a látogatókat, és szombati nap folyamán 13 órától 17 óráig látogathatók ezek a hagyományőrző katonai sátrak, ahol a hagyományőrök nagyon szívesen bemutatják azt, hogy mivel foglalkoznak, bemutatják az adott kor, tehát az a célunk, hogy minél közelebb kerüljenek ehhez a korhoz, minél jobban megismerjék a hagyományőröknek a munkásságát és magának Bocskai fejedelemnek a korát. Ehhez kapcsolódik egy nyereményjátékunk is, a Hajdú Totó. Az információs pultoknál lehet nyereményszelvényeket, illetve ilyen Hajdú Totót begyűjteni. Utána kell járni a hagyományőrző katonai csapatoknál, hogy meg tudják a kérdésekre válaszolni a helyes választ a látogatók. Tehát ösztönözzük őket arra, hogy látogassák meg a katonai csapatokat is, és beszélgessenek velük, érdeklődjenek, kérdezzenek, és ha kitöltötték ezt a szelvényt, ez egy dobozba bekerül, és szintén sorsoláson vesz részt, a Csíkzenekar koncertje előtt lesz ez is kisorsolva, itt is a nyeremény egy Bocskai Korona címletsor lesz. Az esti koncertek előtt természetesen egyéb programokat is meghallgathatnak az érdeklődők. A szombat délután a helyi fellépők műsora nyitja meg, majd a fiatalabbaknak kedvezve az Annibal Cannibals műsora következik. Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyerek műsora az apróságokat fogja szórakoztatni, majd a rockoperából ismert Varga Miklós lép fel. Külföldi előadóként a lengyel Anna Mária Adamiak és a Korea Antika színesíti a rendezvényt. Az estét a már említett Dániel Figergő és az Utazók koncertje zárja. A rockzene kedvelői vasárnap délután a Tarnai Rockbanddel, majd Merényi Ákossal bulizhatnak. Késő délután a Csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület lovas bemutatóját nézhetik meg az érdeklődők, majd a találkozó zárásaként a Csíkzenekar koncertje szórakoztatja a résztvevőket. Szombati és vasárnapi nap folyamán különböző kísérő programokkal is várjuk a kilátogatókat. Lesznek olyan települések, akik itt Hajdunánáson bemutatkoznak, és kitelepülnek, különböző pavilonokban lesznek ők láthatók. Ezen kívül népművészeti árusoknál lehet vásárolni gyönyörű népművészeti dolgokat. Várjuk a gyerekeket is nagy szeretettel a népi játszóparkba, illetve itt lesz majd a Magyar Honvédség is statikus bemutatóval, náluk különböző fegyverzeteket ismerhetnek meg a látogatók. A Hajduk világtalálkozója alkalmából a Nánás Prokultúra Nonprofit Kft. Több nyereményjátékot is hirdet. Az egyik a már említett Totó, illetve Tombola nyereményként egy négyfős balatoni üdülést sorsolnak ki csopakon. A pályázóknak nincs más dolguk, mint annak a szórólapnak az alján lévő tombola kitöltése, amit a Kft. Minden háztartásban eljuttat, valamint igényelhető még a Művelődési Ház portáján, illetve az IFI házban és az információs pontokon, leadni pedig a Művelődési Ház információs pontjain kell. A sorsolás ebben az esetben is a vasárnap esti nagy koncert előtt lesz.
A Nánás Prokultúra Nonprofit Kft. Fotópályázatot is hirdet a Hajduk világtalálkozója alkalmából csatajelenet, tábori élet, portré és rendezvényfotó kategóriában. Pályázni csak a 6. Hajduk világtalálkozóján készült digitális képekkel lehet. A legjobb alkotásokat a decemberi városnapi ünnepségen rendezett kiállításon mutatják be. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. Ezen a nyáron immár 14. alkalommal rendezte meg városunk a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort. A visszatérő és újonnan érkezett vendégek alkotásainál ezúttal is helyi élmények, épületek és tájak szolgáltak alapul. A terveknek megfelelő ütemben halad a Női Kézilabda Klub és Hajdú Nánás önkormányzatának közös projektje, az új sportcsarnok építése az Iskola utcán. A közel 1 milliárd forint értékű korszerű sport- és rendezvénycsarnokot várhatóan októberben adják át. Hajdú Nánás idén már 7. alkalommal nevezett be a Virágos Magyarország környezetszépítő versenybe, amelynek szemlebizottsága július 18-án értékelte városunk zöld felületeit. Élményszerű pályaorientációs programok keretében ismerkedhettek meg a hajdúböszörményi szakmakóstoló tábor résztvevői a kendereskerti mintagazdaság növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlatával. A napközis Erzsébet táborok sorában közel 40 gyerek vett részt a Bocska István általános iskola vegyülő táborában, ahol az egy hét során a fiatalok rengeteg élménnyel és tapasztalattal lettek gazdagabbak. Idén is megrendezte a vízválasztó hétvégét a Dominó Diák Sport Egyesület, az eseményt sárkányhajóverseny, főzőcsata és kajakkenu tehetségkutató is színesítette. 13 csapat résztvételével rendezték meg a Hajdunánási Gyógyfürdőben a Strand Kézilabda Nemzeti Bajnokság soros kvalifikációs tornáját július 20-án. A megméretetésen női és férfi ágon is képviseltette magát egy-egy hajdunánási csapat. Augusztus első hétvégéjén ismét visszautazhatunk az időben néhány évszázadot, hiszen ha nyár, akkor Hajduk világtalálkozója Hajdunánáson, színes programokkal és korhű csata jelenetekkel. Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!